Nagyon sok kérdésben született ma a döntés. Először is folytatódtak ezek a kommunális tulajdonba átadott épületek, akkor átadtuk ma a tanítókházát a Beregszászi Városi Tanácsnak. Azon kívül nagyon fontos kérdés volt ugye a főügyésznek és a két rendőrfőnöknek a beszámolója. A harmadik blokk pedig az erdészettel kapcsolatos dolgok, amikből ugye így is úgy is lesznek kérdések továbbra is, ami abban nyilvánul meg, hogy ugye voltak itt akciók a magas gázárakkal kapcsolatosan, és a járási tanács lefolytatott két találkozót a főerdészekkel, és megbeszéltük azt, hogy hogy lehetne fához juttatni, mondjuk így tüzelőhöz a nyugdíjasokat, ami szerintem sikeresen lefolyt ez a tárgyalás folyamat, mert ígéretet kaptunk az erdészettől, hogy tehát fél árban mondjuk így készek átadni a tüzelőfát a kistérségeknek. Most mondjuk úgy, hogy a kistérségeknél pattog a labda, mert nekik kell lesz majd ennek a logisztikát megszervezni. A nyugdíjas embernek pedig csak kifizetni az 50%-át, ami kb. 250 grivenny körül mozogna egy méter fának, egy köbméter fának az ára, ami szerintem egy nagyon jutányos ár. A többi kérdés ugye a folyamottunk a felsőbb szervekhez, bizonyos kérdésekben az első az volt, hogy egy olyan központot hozzunk létre Beregszászba és Nagyszőlősön, ahol az emberek tudnak átregisztrálni autókat, tudnak új jogosítványért folyamodni. Ez egy ilyen centrum, amit a belügyminisztérium tud ebbe eldönteni, mi folyamottunk a belügyminiszterhez, hát meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye. A másik folyamodmány pedig a kormányzóhoz történt, mert szeretnénk tudni, hogy milyen tervei vannak a megyének az úthálózat felújításával kapcsolatosan a 2021-es évre, és vannak egyáltalán konkrét tervek a határátkelőknek felújításával kapcsolatosan. Ugye voltak információk, hogy erre van konkrét terv, és szeretnénk, hogyha tájékoztatna bennünket a megye. A járási tanács a mai ülésszakán több nyilatkozatot is elfogadott. Ezek közül, mint Magyarság szervezet számára a legfontosabb számunkra az volt, amit mi beterjesztettünk, amelyben kifogásoljuk és segítetetlenül állunk azelőtt a vád előtt, mint hogyha a kárpátai magyaroknak közel lenne valamiféle szeparatizmushoz. Tehát ebben a levélben leírtuk, hogy a legutóbbi külügyminiszteri találkozón maga az ukrán külügyminiszter Kuleba is elmondta, hogy semmiféle szeparatizmus nem érzékelhető Kárpátalján, de szeretném hozzátenni, hogy 4 évvel ebben a teremben az akkori külügyminiszter Klimkin ugyanezt állapította meg. Hát éppen ezért érthetetlenül állunk ezelőtt a vizsgálódások, nyomozások, házkutatások előtt, és a Ukrajna elnökét kértük, hogy vessen ennek véget, hisz nagyon fontos közös projekteket valósítunk meg, munkahelyeket teremtünk, és hát sok 10 millió grivnyát fizetnek be az alapítványunk az ukrán költségvetésbe, hozzájárulva ehhez a járások fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Még szeretném megemlíteni a következő nyilatkozatunkat arra, hogy kértük az illetékes szerveket, hogy állítsák vissza a járművek regisztrációjával, a szervezelésével foglalkozó központot, hisz korábban Beregszászban is és Nagyszőlősön is volt. Érthetetlen okokból ezt megkérdezésünk nélkül elvitték valamikor, tehát úgy gondoljuk, hogy a decentralizációs folyamatok közepette igencsak, és a járás területének és lakosságának a növekedésével, tehát igencsak megérmelünk mi is azt, hogy ne kelljen olyan messze utaznunk, és itt helyben megkapnunk bizonyos szolgáltatásokat.